Na, megmutatom most akkor, hogy hogy is kellene egy új VIX-es felületen dolgozni. Nézzük. Hát bejelentkezek a Magyar Háznak a oldalára, mert azt szeretném először is. Igen, én már régi felhasználó vagyok. És bejön egy új bejelentkezési felület, és már is látom, hogy van értesítésem, itt mutatja azt. Kérlek minden buliról, mindjárt megnézzük, hogy mit írt nekünk. Kérlek mindenből értesíts, köszönöm szépen, egyszer csak eljutok valakivel. Hát ez a felület írta nekünk, de egyébként itt is van egy csomó feliratkozó, akik a bulival kapcsolatban érdeklődnek. Jó, visszamegyünk, ott látod, hol voltunk, ott voltunk az értesítések, mindegy, itt fölül vissza tudunk menni. És menedzseljük a szájtunkat, itt ebben a kis gombbal rákattintok, és akkor itt már az ismert Edit Site. És bejön ez az új felület, amelyik nem mindenkinek egyértelmű, de egyébként meg lehet szokni ezt is. Na, csak a legfontosabbakat fogom mondani, hogy éppen tudjunk benne szerkeszteni. Például szeretném ezt a magyar buli feliratot másra. Rákattintok úgy, mint eddig is, mindegyik szövegrészre, vagy bármire, ami rákattintok, ott megjelenik valami. Itt például most erre a magyar bulira rákattintva kijelöli, hogy hol van, abban ugyanúgy megfogva a bal egérgombbal, jobb egérgombbal, bocsánat, ide-oda tudom mozgatni, ugyanúgy, ahogy eddig. És itt be tudom állítani magát a témáját az oldalnak. Be tudom állítani, hogy milyen betűtípus legyen, itt például. Be tudjuk állítani a méretét. Hoppá, mondjuk így, egy kicsit. Jó, be tudom állítani, hogy hol legyen, középen. Be tudom állítani, hogy számozza, be tudom állítani az effektet mellé, hogy mondjuk milyen megoldással legyen, milyen szín. Hát ez hasonló, mint a Word-nél. És be tudom állítani a színét, ami most ebben az esetben mondjuk legyen piros. Jó? Beállítottam ezt a magyar buli. Tessék. Itt fönt is beállítom ugyanezt, legalábbis megpróbálom. Rákattintottam Edit Text. Beállítjuk ezt. Azt mondjuk, hogy magyar buli. Beállítom ide középre. Oké. Okay. Picit húzok a dolgon. És beállítom itt a színt pirosra. Jó? Oké, ez itt akkor stimmel, ez. Ha a képet szeretném mondjuk lecserélni, rákattintok a képre, keresek máshonnan mondjuk egy partis képet, és mindjárt be is tesszük, ahogy van, de itt a képeink között is tudunk válogatni, mégpedig úgy, hogy itt most mondja, hogy change image, vagy pedig itt az összes dolgot, magának a képnek a beállításait, a dizájnt, hogy nézzen ki a kép, kerettel, nem kerettel, például most itt azt mondom, hogy legyen egy ilyen kis keret, akkor kerettel fog megjelenni. Jó, itt például azt mondjuk neki, hogy cseréljünk képet, és akkor például egy ilyen, rátehetjük egy ilyen partis képre is tulajdonképpen, amik itt már vannak ilyenek, ből hát 600 kismillió, majd rátehetjük egy mondjuk egy ilyen képre is, egy ilyen budapestes képre, és akkor kész, azt mondjuk, hogy magyar buli. Hát természetesen most nem nagyon lehet látni az egészet, így visszatérek én a régihez, így, mert hát valami ilyesmit kell keresni, ahol van olyan rész, ahol úgymond bele tudom illeszteni. Na, egy szóval képet így, hogyha kép, másik képről van szó, ami nekem megvan mondjuk a tárhelyemen, vagy a Winchesteren, vagy bárhol, akkor azokat ugyanebben a módszerrel így rákattintva, change image, és mondjuk beteszem ezt a rózsát, vagy most mindegy, legyen ez a szilveszteri valamit. Jó, beteszem, és akkor már nekem meg is van. Ha nem, nincs meg, akkor pedig föltöltünk valamit, ugyanúgy change image, és
upload image. Ez eddig, és itt megkeresem a gépemen, hogy ez most tulajdonképpen hol található. Ennyi. Kép beszerkesztéséről ennyi. Természetesen, hogyha ezt most a képet így megfogom, ide-oda tudom húzgálni, teljesen egyszerű az egész dolog. Szerintem ez ugyanaz, mint volt. Na most, ezzel szinte nekem nem is kell foglalkoznom. Lehet, hogy ez zavar sok embert, hogy ez most hogy néz ki. Na, most szeretnék mondjuk egy ide belemenni, cserélek címet, rámegyek. Itt ugye ez van most megadva, a Schwarzwelsz sportétterem, de ennek, hogyha itt beírom azt a címet, az legyen bárhol a világban, azt a térképrészletet fogja mutatni, amit akarok. Ha mi van, hogyha videót szeretnénk berakni? A videó berakásnál az úgy néz ki, hogy visszatesszük mondjuk egy régi videónkat. Mindjárt keresek egyet. Jó. Így. YouTube-ról. És azt mondjuk, hogy Magyar Ház. Hoppá, ház. Magyar Ház. Hát itt Los Angeles. Azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem így lesz meg, hanem beírunk kedves barátomat, és itt már igen. Itt már vannak magyar házak. Is. Jó, ezt mondjuk, ezt szeretném én betenni, és akkor itt cserélek videót. Ide rámegyek. Cseréltem, hát ott Ctrl-C-vel kijelöltem ezt a videónak a részletét, és már is kiválasztotta. Na most itt adom meg azt, hogy egyből indítsa, vagyis autoplay van a betöltés után, és loopolja, vagyis mindig játsza, folyamatosan játsza. Ahogy vége van a videónak, újra kezdődik, és folyamatosan játsza az egészet. Itt, hogy a kontrollokat mutassa, vagyis, hogy ki tudom kapcsolni, bekapcsolni, mindig, soha, és hogyha csak rá kattintok. Jó, átváltoztattam itt az egészet. Na most, mit nem néztünk még meg? Igen. Például ide is, hogyha szeretnék egy másik képet, ugyanaz, mint a képeknél. Ha ebbe bele szeretnék nyúlni, edit text. Hogyha ebbe a slideshowba szeretnék képet betenni, akkor itt most csak egy pár képünk van, de ide adunk image-t, és azt mondjuk, hogy mondjuk ezt bele szeretném rakni, hozzáadom a dologhoz, ide rámegyünk, és akkor ezt mondjuk kitöröljük. Hopp, nem, butaságot csináltam. Ide rámegyünk, ide, a galériához, és akkor azt mondjuk, hogy jó, és ez volt a ide, ezt kitörlöm, és akkor itt mondjuk linket tudok hozzáadni, vagyis itt a képeknek aktuális információk, teszem föl egy bulinak a utáni képeit föltettem valahova, akkor itt meg lehet adni egy képet, én ide beteszek, ami látszódik majd ott az elején, és ide szöveget tudok írni, úgy, ahogy eddig csináltam, vagyis itt meg tudom a nevét adni, és itt magát a alcímet, és itt hogy van aktuális híreknél. Itt a linkre rákattintva, itt bejön, hogy page, és a page-en belül azt az aktuális oldalt nézem, hogy itt van ugye a főoldal, képek, videók, mondjuk a képeknél, vagy a videóknál, mert berakhatok oda egy bulira készült videót is, és akkor mármint arra egy csak egy linket, egy képet, és akkor a videóknál megkeresse, a videókat adom meg, jó. És ezt most én nekem nem kell ki is törlöm. Jó? Tulajdonképpen nagyon egyszerű, a képet ugyanúgy cserélem, hogyha arról van szó, mert látod, itt ebbe ki lehet cserélni az image, ebbe föltölteni, ugyanúgy a képeim közül, beírni magának a képnek a nevét, alcímét,
és magát, hogy hol található az a információ, amire hivatkozik, vagy hogyha nem akarok, akkor csak egyszerűen pörög ez a dolog, és úgy mindegy képgaléria úgy működik. És alá van iratva, de ezeknél a dolgoknál, hogyha rákattintok majd későbbiekre, akkor ez ugye egy link is. Az összes dolog itt, ami van, az minden szöveg. Hogyha itt a szövegnek mondjuk ezt a hátterét szeretném megváltoztatni, mert ezen belül van egy ilyen kis dolog, akkor most erre vagyok, hogyha most ide rakom, vagy erre rakom, akkor itt különböző színeket, formákat tudok kiválasztani, amit itt úgymond be tudok állítani. Itt most egy kocka van tulajdonképpen, amit innen az adból kiválasztunk, mert itt, hogy mit tudok hozzáadni az oldalhoz. Szöveget tudok hozzáadni. A szövegek most itt már egyből mutatja, hogy milyen betűtípussal szeretném ezt írni. Utána a megismert módszerrel lejjebb lehet venni a nagyságát, színét, bármit. Magát, képet. Föltöltöm az én képeim között, és hát itt a Facebook, Instagram, vagy pedig a piaci képekből sok mindenhonnan lehet föltöltölgetni képet. Például, hogyha piacába, vagy a Facebookot mondjuk csinálunk egy oldalt a Magyarháznak, akkor itt a Facebookról a képeimet is ugyanúgy bele lehetne ide integrálni. Galériát. Itt, hogy milyen galéria legyen, itt meg lehet, ugye képgalériáról beszélünk, így néz ki egy galéria, így fog utána kinézni, ebből lehet válogatni. Vagy ez a slideshow, látod, pörögnek a képek, vagy pedig ilyen kolázs, amikor rákattintasz, akkor megváltozik, máshova kerül, vagy egy ilyen egyszerű, amelyik folyamatosan utána változik, mind amit előbb is néztünk, az hasonló ehhez képest, és gyakorlatilag ilyeneket lehet, vagy ez a fajta, amikor itt alatta, hogyha kiválasztom, akkor úgy változnak a képek, vagy pedig ez, amikor így megy, mindegyik, vagy ez, amikor itt oldalt leírások vannak róla, hát sokfajta lehetőség van, ezekből lehet válogatni. Gomb. Gombire is van szükség, mind ezen a weboldalon is van, hogy valahol, igen, azt hiszem. Igen, hírlevélre feliratkozás. Az tulajdonképpen egy ugyanilyen gomb, amit hogyha rákattintok, akkor magát a linket tudom, mert ez egy e-mail cím, a te e-mail címedre megy ez a dolog, és tulajdonképpen itt a gomb az hivatkozhat egy dokumentre, ami egy Word dokumentum, hivatkozhat egy akár a laptetejére, hogy mondjuk felugrása a laptetej, egy webcímre, mondjuk azt mondom, hogy át szeretnénk menni innen egy másik weboldalra, berakok egy gombot, és arra átmegy, vagy pedig oldalra, vagy ankorra, ami egy horgonyra, amit hát be lehet rakni, és akkor pontos helyre tudsz menni. Itt ez a rész, ez ugyanúgy egy képgaléria, itt ugyanígy, ahogy csináltuk, látod, belerakom a képeket, és már megy is, most ehhez rakunk még be mondjuk újabb képeket, amik itt megvalósultak. Hát akkor most legyen ezekből például. 1, 2, Ctrl, igen, a Ctrl gombot nyomva tartva, a jobb egér felével kiválasztok képeket, amiket úgymond beszúrok, és hozzáadom a galériához ebben a gomb segítségével, és már benne is vannak, és most behelyeztem még 15 képet, azt mondjuk neki, hogy oké, itt is lehetne természetesen minden egyes képnek nevet adni, címet, akármit, mindent. És akkor itt már meg is jelentek az új képek. Na most ez célszerű a bulikról új képeket csinálni, ide berakni akár a videókat, de fönt most egy picit máshogy működik az oldalak közötti ugye átkapcsolódás, hogyha mondjuk videókra szeretnénk menni, akkor itt a aktuális híreknél mondjuk a videókra rákattintok, és már is itt vannak a videók, úgy, ahogy eddig voltak benne. Ezeket ugyanebben a módszerrel, ezt a videót kerestem. Jó, ennek a linkjét, ezt azt mondjuk, hogy kivesszük. Jó, ide visszamegyek a főoldalba. Jó, és itt ezt a videót visszarakom, amelyik volt régenben.
itt ezt a videót pedig kicserélem. Update. Aha. Csak ez nem jó. Na, jó. Mindegy. Ajajaj. Na, videók. Visszamegyek. Ugye azért nem pedig kéne a keseredve. Itt ezt a videót. Én azt mondom, hogy kijelölöm az egészen. Ctrl-C-vel kijelöltem. Itt mindjárt megnéz, Ctrl-V-vel berakom. Egyet kattintok rá. Jó, itt vagyunk. Erről a videóról van szó. Megint Ctrl-C-vel kijelöltem. Innen visszamegyek a főoldalra. Itt ebben a Find Page nevezető gombocskával meg tudom tenni, itt abba az oldalba, amelyik éppen kék, abba vagyok benne. Ide rákattintok, és a videót kicserélem arra, amelyiket én most szeretném. Föliratom, oké, okay, és induljon. Szuper! Na, miről nem beszéltünk még itt, mondjuk a képekről. A képek itt egyértelmű, megint csak egy mappa, amelyiket egyszerűen cseréljük a image-eket, és ide be tudunk rakni még 600 kismillió képet, megint csak tegyünk be egy párat. Az újak közül 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jó, ezt a 15-öt beletesszük, oké, okay. És ezeket a képeket, melyik volt az a legelső, amelyiket nézettük, nem csak igen. Ez pedig, hogy legyen a sorrendje, megfogom a képet, úgyhogy nyomba tartom a jobb egérgombot, és ide behelyeztem, és hogyha ezt ide, akkor ide rakom. Ezt mondjuk így, bármi ezt ide rakom, jó, így össze-vissza lehet itt variálni a képeket, például ezt egy picit hátrébb rakom, és akkor így raktam össze a képeket. Jó, tulajdonképpen ennek is a szerkesztése ennyi. Na most, megyünk tovább, aktuális híreket megnézzük. Az aktuális hírekben, ugye itt volt, hát, nem most szerkesztetted, 2014-e, 2015-ös év elment, ebbe is van tulajdonképpen egy ugyanilyen galéria, itt vannak magák a címek, ezt mondjuk meg szeretném nagyítani, rámegyek, egy picit nagyobbra rakom, itt most bután néz ki, de hogyha ezt így elhúzzuk, és itt is elhúzzuk egy kicsit, akkor ez így már, ugye, hogy egy kicsit máshogy néz ki. Jó, oké, okay, ezt egy picit följebb tesszük, elvenelek a gomb segítségével. Nézd meg, jó, mert itt a felső azért nem megy, mert itt a felsőnél nagyon sok volt kijelölve. Ha ezt itt lehúzzuk, akkor ekkora közthany. Ha ezt itt följebb húzzuk, akkor szinte köz nincs. Ha ezt egy picit lejjebb akarjuk tenni, arra ránkattintok, és az egész gördül lefelé. Hát, hirtelen mondjuk a hirdetések. A hirdetések ugyanez. Szöveg, a képet akarsz csinálni, kép. Hirdetés feladása, ez is egy gomb, amiről már beszéltünk. Mik vannak még. Na nézzük itt tovább, hogy még miket lehet, aminek esetleg neked. Itt vannak a dobozok, vagyis az azt jelenti, hogy egy adott ilyen kockát, mint az elején is volt, egy ötbe lehet rakni, vagy különböző ábrákat, amivel színeket, itt például videókat lehet, háttereket lehet belerakni, vonalakat, mert ide most, hogyha ezek például, ezek a vonalak, ezeket lehet belerakni videót, hogyha valahova szeretnék egy YouTube-os videót behelyezni, és ott azon az oldalon nincs, például csináljunk egy teljesen új oldalt, azt mondjuk egy új oldal, itt egy new page, akkor erre az új oldalra mondjuk én teszek csak egy videót. És akkor az addal beáll, mondjuk YouTube-os vagy Vimeo videót berakok, így, és kihúzom, berakom, ugyanavval a módszerrel itt megfogom az egészet, és akkor már is cserélek videót, mert ez ugye az ő videójuk, oké. Okay. Az, amit előbb megkerestem, azt már is beraktam. Jó, itt le, és hogyha így mozgatom úgy, hogy a jobb egér gombot nyomva tartva, itt pontosan be lehet állítani a közepét az egész oldalnak is,
Hát ebben a pillanatban van az. És mutatja is, ugye. És itt teljesen korrekt az egész dolog, és már is bent van. Ha most erre szeretnénk egy szöveget, akkor ezt a szöveget itt kiválasztom, és egy picit meghúzzuk majd az egészet, jó? Mindjárt. Adunk hozzá egy szöveget. Itt fölül szöveg, nem tudom, milyen betűtípus legyen. Mondjuk, legyen ez. Jó, ezt ide megfogtam. Szöveg, kijelölöm. Az, amit előbb megcsináltam, az ugyanabban a nagy betűtípussal itt bent van. És hát azért ez eléggé paramuci meg nagy, egy picit az egészen ki kell jelölni természetesen, vagy kontrollálva, vagy pedig megfogva. Így, jó, így azért már egy picit másabb a történet. Jó, ezt itt megfogjuk, és ezt ide betesszük, és akkor már is megvan egy, mondjuk egy videó, egy oldalas videó. És ehhez, hogyha mondjuk még szöveget, vagy bármit szeretnénk csinálni, akkor ugyanúgy be tudom azt szúrni, alá, fölé, bárhova. Mit tudnék még itt mutatni, megyünk tovább. Nézzük meg, hogy akkor mik vannak. Videót, zenét lehet berakni, ami volt is az oldaladon, hogy egy zene szól, mondjuk ide szeretnék egy zenelejátszót berakni, akkor választunk egy videót, mondjuk Happy New Way volt, de ide tracket föl lehet tenni, 50 megáig maximum, behúzni egy zeneszámot, és akkor az elindul, vagy úgy is lehet csinálni, hogy folyamatosan megy, vagy pedig elindul. Ide lehet a Facebookos, vagy egy Instagram, vagy Gmailes, vagy akármilyen dolgokat berakni. Most a tiéd ezzel már úgymond teli van, mert a Facebook lájkokkal akármilyen. Kontakt, hát ezek megvannak neked már, mert a valamelyikben benne van. Menüt lehet betenni, ezek is ugye neked megvannak. Listát lehet belerakni, amelyikek, hát ilyen egyszerű, milyen blogos listák, magát blogot, amelyik utána rávezet egy adott oldalra, üzletet lehet berakni, hát és másokat, mert itt lehetne még HTML klódot, fest, webmaster belépés, meg akár, erre neked nincs gondod, akár PyPay-t, hogy támogassa, vagy akármilyen dolgokat be lehetne rakni. Vagy hát az Anchor-t is, amelyik az teszi, egyébként nagyon jó kis dolog, hogy hol tudnánk, na, legyen itt, beteszünk egyet ide, egyet kattintunk rá, és az már, ezt itt kilövöm, ez itt is van. Ez az Anchor, ez egy kis horgony, ezt azt mondjuk, hogy itt átnevezzük, és azt mondjuk, hogy jó, videó, jó, Józsi videó, így, most simán, na most visszamegyünk a főoldalra, itt, főoldal, és amiről beszéltem, hogy valamire hivatkozhat, mindjárt megcsináljuk, az lehet egyébként egy kép is, de mondjuk ide berakunk valamit, hogy mondjuk ez a kép, ez hivatkozzon arra a videóra, és oda menjen rá. Na most, azt úgy kell megcsinálni, hogy erre rákattintok, vagy erre a képre, vagy legyen mondjuk ez a kép. Jó, erre a képre rákattintok, egyébként itt van is benne. Erre a képre rákattintok, itt az aktuális hírek vannak meg, erre a képre rákattintok, itt is Anchorral van megoldva, de erre nem az aktuális hírekre fog menni, hanem egy Anchorra, vagyis nem, kilepünk, és azt mondjuk, hogy nem az aktuális hírekben vagyunk, hanem ez a New Page-en van, és a New Page-nek a Józsi videóját akarom behozni. Na, elmentem? Na. És akkor kipróbáljuk, preview-val meg lehet nézni ezt, ha rákattintok, akkor itt van a Józsi videóján. Főoldalra visszamegyek, és itt tulajdonképpen ezeknél, ha tovább megyünk, akkor ez is átvezet bizonyos bulikhoz. Ugye egyből. És hát
konkrét arabúra. Na most így lehet egyszerűen a főoldalról hivatkozni, mert ez a kép is mehetne oda, akár erről a képről, és vagy egy videóról, vagy bármiről, mert erre is rákattintok, akkor itt bejön az a művésznőnek a gyakorlatilag a cikke. Ennyi. Na, visszamegyünk az editorba, itt mindig ki lehet próbálni, a preview-val tudod kipróbálni, hogy hogy néz ki. Jó. Hát szerintem egyébként mindenről, szinte mindenről beszéltünk. Fő oldalra visszaugrok, és ezt a new page-t, erre nekem nincs szükségem, ezt hogy is lehet megcsinálni. Ide rákatintva tudom menedzselni magát a site-ot, és azt mondjuk neki, hogy delay-t. Jó? Kész. Hogyha te is szeretnél egy különböző oldalakat, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy minden egyes, mind itt van, hogy az aktuális hírek alá lehetne ugyanúgy csinálni, vagy a rendezvényekhez, hogy nem egymás után vannak a rendezvények, hanem mondjuk, hogyha ide rámegyünk a rendezvények oldalra, mindjárt meg is vagyunk, rámegyünk a rendezvények oldalra, akkor a rendezvények oldalon mondjuk csak kis képek vannak, amiről hivatkozunk egy adott oldalra, ami a rendezvények, mondjuk a karácsonyi rendezvény, ez a rendezvény, csinálunk annyi oldalt, ami a rendezvények alatt ilyen almenü, aloldal, úgymond mindez is, hogy lehet látni, hogy ez a fő oldal, és ez az aloldal, azt úgy lehet beállítani, hogy mondjuk ez alá szeretnénk egy újat csinálni, az úgy néz ki, hogy igen, mert itt meg lehet adni a nevét, René, duplikálni, nem láthatóvá tenni, most nem láthatóvá tettem, de viszont az ott van. Az azt jelenti, hogy ide mondjuk a rendezvényekhez, a pár rendezvények alá beteszem, akkor a rendezvényeknek ez egy al mappája, ami láthatatlan. Ha láthatóvá teszem, ami azt jelenti, hogy show, vagyis látható, akkor mutatni, akkor ez úgy néz ki, a rendezvényeknél van egy new page. Vagyis itt most lehetne rendezvények, és akkor a legújabb rendezvényünk, vagy a legújabb képeink, akármi lehetne. És ez egy kép. Ha simán a rendezvényekre megyek, akkor itt a rendezvények. Ha new page, akkor az jelenik meg. A kapcsolat, ugye a kapcsolatnál gyakorlatilag itt benne van minden. Ennyi. Jó, hát itt, hogy mondjam neked, több nagy lehetőség nincs benne, borzasztó sokat lehet volna variálni, igazándiból szinte mindent be lehet állítani, amire csak szükség van. Na most, visszalenjünk ide, főoldal, akkor nézzünk olyanokat, amik még nem voltak. Ez a háttér, ugye ezt beszéltük, de hát ez ugyanolyan kép, rámegyünk, page design, és ebben lehetne az egészet úgymond mássá tenni, máshogy csinálni. Itt lehetne belerakni színeket. Na most ezek vannak még, ezek HTML kódok ebbe, egy óra van benne, és ugye a naptár funkció, a meg. Itt is van benne egy ugyanilyen, ami HTML, itt írja is, ami nem szövegembe, ugye nem tudunk belenyúlni, ennek a színét nem tudom megváltoztatni, de azt abba a kódba kell megcsinálni. Hát most szűken azt mondom, hogy ennyi. Szerintem ebben bőven el lehet indulni. Hogyha valami kérdés van még, akkor úgy is fogsz keresni. Na, hát ennyi.